Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárki és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt egy ünnepi szorító podcast, hiszen pünkösd vasárnap van. Erre úgy jöttem rá egyébként, hogy kimegyek az utcára, nincs ott senki, csak egy drogellenes maraton, ami áll 6 darab futóból, 5 kísérőkocsiból és egy motoros rendőrből, és még mindenki nem tudom, hogy a pünkösd voltak éppen, minek az ünnepe. Majd megmondjátok nekünk. Aha. Én a doktor vagyok, itt ül mellettem Bártfi, Manci jelenleg nem tartózkodik körünkben. Így van. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. És nem tudjuk, hogy miről fogunk beszélni. Na jó, de tudjuk, mert megígértük nektek, hogy miről fogunk beszélni. Mind a ketten megnéztük a Scott Hall dokumentumét újra, ami egyébként a nagy kedvencünk. És egy félelmetes dokumentum. Nagyon ijesztő egyébként, igen. Majd beszélünk róla bővebben, meg Scott Hall életéről is gyakorlatilag ilyen dokumentumfilm review plusz életútat fogtok kapni az adás második felében. Azon kívül pedig a este esedékes WWE Extreme Rules 2017-ről fogunk nektek egy rövid felvezető műsort csinálni. Egyébként erről is úgy realizáltam, hogy ma PPV van, hogy ma reggel véletlenül így belefutottam. Én is múltkor, ahogy néztem a Scott Hall dokumentum filmen az izét, és akkor közben a networkön jön a reklám, ugye, hogy This Sunday, Extreme Rules, és akkor oké. Okay. Konkrétan hol van, fogalmam nem lehet. Én azt hiszem, hogy jövő héten van. Na mindegy. Továbbra is meleg van a szobában, igenis megdöglünk, de hát az majd később a nyár folyamán még eszkalálódni fog, amikor 40 fok lesz kint, ide meg 60. Igen, otthon éppen így próbálom azt tesztelni, hogy hogyan jobb, hogy az egyik szobában nyitva van az ablak, a másikban meg csukva és megy a ventilátor, de nem sok sikerrel. És a virkózó világ meg megbaszhatja, mert nem történik konkrétan semmi. Tavaly júniusban valami hasonló szinten tartottunk, mint most, és akkor merült fel, ha jól emlékszem, közöttünk azt, hogy az egész júliust kiadjuk a picsába, és erre kitalálták, hogy a co-draft. Igen, mert el akartunk menni a június végén, július elején egy 3-4 hetes nyári szünetre, nem sikerült. Nem. Idén egyébként ilyen dolog nincsen tervben, szóval nem kell aggódni miatta, amiatt már inkább lehet aggódni, hogy lehet, hogy néha halvány fogalmunk nem lesz arról, hogy miről beszéljünk, de ilyenkor tudunk elővenni olyan dolgokat, mint a jó Scott Hall, aki tényleg azt gondolom, hogy a pankráció történelem egyik legnagyobb koponyája és egyben tragikus hőse is. Így van, plusz akkor elveszük az old school szorító üzemmódot, amikor beszélünk random dolgokról 45 perceket. Olyannyira, hogy a random rendnek már konkrétan készült kis átvezető dolog, a jó Jim Cornette jó voltából, úgyhogy őt is hozzáérjük a magunk kis kabalái közé. Így van, a grafikák már megvannak hozzá, már csak össze kell rakni az átvezető intrót, az már pár perces munka, csak még le kell szednem hozzá, mert még mindig nem találtam meg azt, amikor Cornette azt mondja, hogy fucking fucks. Pedig azt akarom hozzá. Goofy, come and shit, you fucking fucks. És ugye azért a végére, ugye a catchphrase-ét a végére, hogy thank you, fuck you, bye. Alicia fucks. Na szóval, kérdésünk sincsen, szóval látom, hogy nálatok is kezdődik lassan a nyári szünet, ami kicsit bántosra tett minket, mert így az intrót el kell húzni mindenféle extra dologgal, max egy nagyon rövid intrót kaptok 2 percben vagy 3 percben. Alicia Fox-szal. Alicia Fox-szal. Még mindig nem tudom feldolgozni azt a 205 Live-ot, tudtad, hogy Sasha és Rich Swann ott szarakodott vele, meg Noam Darral, a Judai Masterrel. Pa 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 pa. Ugye, amikor megjött ugye a CVC-re, jó volt, sírtunk erről és fel. Na mindegy, szóval akkor most egy kicsit átmegyünk extrémbe, ami nem igazán extrém. Hát nem. It's time! It's time! It's Vader time! Welcome to the extreme! Amiből az összes extrém kiveszett, ami létezhet az elmúlt időszakban. Megkapjuk a nyár második legfillerebb pay-per-view-jét valószínűleg a Great Balls of Fire után. De arra legalább jól lesz már. Így van. Legalábbis elméletben. Amikor egy Extreme Rules PPV-n az egyik mérkőzésen az a stipuláció, hogyha diszkvalifikálnak, akkor elveszíted a bajnoki övedet, akkor tudod, hogy itt vannak érdekes gondolatok a háttérben. Miért? Miért csinálsz ilyet? Mindjárt elővesszük a kárdot, és akkor beszélünk róla. Vaszeg azért, mert ez a PPV konkrétan egy gigantikus pain in the ass a WWE számára. Az összes egyébként szerintem az.
mostanában, legalábbis, hogy nem tudom, miért akarnak tényleg 16 darab pay-per-view csinálni egy évben. Hát nem miért ne? Nem miért ne? Ha valami el kell adni a networköt. Így van. Ameddig nem jönnek az indik. Ugye valamivel ki kell tölteni a tartalommal tényleg. Az mondjuk menő, mert arról azt hallani, most Barrios részéről volt egy nyilatkozat, ha jól emlékszem, tegnap, hogy nem akkora prioritás, de folyamatosan tárgyalunk róla. Tárgyalnak az Insane Championship Wrestling-el is, meg a Progress-el is. Sőt, állítólag ugye benne vannak a labba továbbra is az ROH is. Csak ki Vince néha meggondolja magát. Igen, Vince így még hezitál egy kicsit, hogy akarok indi hűbérül lenni, vagy nem akarok indi hűbérül lenni. Nagy találom. Úgyis Vince ki mondja ki az utolsó szót mindig, szóval meglátjuk. Csak Vince szereti meggondolni magát. Igen. Majd akkor fogja meggondolni magát, amikor fölrakják őket a networkre. Mert egyébként már azt néztem, hogy az összes létező videó library-t megvette a WWE. Mindent, ami a piacon volt. Hát gyakorlatilag szinte mindent. Igen. Igen. A TNA-nek a izén kívül, meg az ROH-nek a izén kívül, amit ugye egyébként az ROH-nál van egy együttműködési szerződés a WWE-nek, hogy használhatnak az archívumokból bizonyos képeket, ugye a dokumentumfilmekhez meg egyébként. Szóval gyakorlatilag tényleg semmi nincs, ami az amerikai piacon videó library lenne, és nem nyúlhatna bele a WWE a TNA-n kívül. Hát arra jelentősen ráfeküdtek, és most így a network korszakban azért az sokat is ér. Még jobb. Most ugye Cornette reagált arra, hogy a Corgan megvette azért az NWA-t, igen. Hogy közölte, hogy az NWA összes joga a WWE-nél van 97 óta. Az összes lényegi jog a WWE-nél van. Amikor is ugye megvolt az NWA ugye, mini invázió Jarrettékkel, akkor a WWE megvette az összes jogot. Fú, az de rossz volt! Igen. De jó ég, azok a 98-as évi első rúk, ahol jön Cornette a kivénhet Midnight Express-szel, meg ezekkel, és most megmutatjuk az igazi NWA wrestlinget, hogy ez mennyivel jobb, mint ez a szar, amit ti így csináltok, és akkor néha így elkezdtek fűdolni olyanokat, mint Körgen az interrogátor. Oh, és tényleg, szóval Körgen egy kicsit valószínűleg vett valamit, aminek semmi értéke nincs tényleg. Hát tud vele konkrétan egy olyan indit csinálni, aminek az a neve, hogy NWA. Ja, ennyi. Ennyi. És ugye, ahogy a wrestling, hogy is van a mondtóik, ugye, hogy wrestling, ahogy lennie kell. Ahogy 60 éve lennie kellett. Volna. Volna. De most már nem. Ja. De azért a WWE-ben se eszik olyan forrónak ását, mert ugye a jó X-Pac nyilatkozta éppen Eric Bischoffnál, hogy hát Vince konkrétan nem vigyel a SmackDown-ra. Ja. Vince, és nincs ott a SmackDown. És így Road Dogg a főnök. Így már értjük, hogy miért nem történik semmi a SmackDown. Mert nem is próbálkoznak vele. Viszont így legalább azt is értjük, hogy miért tűnik sokkal jugisabbnak ott a légkör. Igen. Miért tűnik úgy, mint hogy ott a birkózók egy kicsit nagyobb pórázra ellenére kengedve. Igen, meg bele tudnak egy kicsit szarni, ami ott az a birkózóknak. Viszont ugye a Rót elnézve meg, nem biztos, hogy ez negatív. Igen. És tényleg egyre jobban kezdem azt hinni, amit egymás között szoktunk beszélni a doktorral, hogy Vince így hátra van dőlve, és arra várja, hogy tényleg Hunter elvágja a torkát. Nem fog megtörténni, de erre vár. Tényleg az olyan valószínűleg. Ugye azok a régi berögződések. Ja. Szocializálódásnak, ilyesmi. Ugye. Igen, konkrétan Vince egy trailerparkban nőtt fel. Igen. És 14-es koráig nem látta az apját, mármint a bérszerintét. Ja. Ugye Vince senior. A most apja meg alkoholista volt. Ja. Ugye. És ezért Vince elment tengeregyalogosnak. Aztán lenyilatkozta a Playboynak, hogy kár, hogy meghalt, mert én akartam megölni. Nem az öreg Vince, hanem a nevő apját. Igen. Szóval Vince tényleg olyan, mint Austin a karakterként. Szóval Vince a valójában olyan. Még jó, hogy pont Scott Hallról beszélünk, mert ja. Itt látszik az, hogy még az egész biznisznek a megtöbbszörösen megkoronázott császára is. Ja. Egy megtört lélek belül, akinek viszont gyerekkori traumái vannak, igen. Mindegy. Borzasztó. Igen, persze. Borzasztó. Na mindegy. Beszéljünk. Jó, Extreme Rules, mert megint mindenről beszélünk, csak erről nem. Van konkrétan 6 meccsünk bejelentve erre a gálára, amit így nézek, valószínűleg mókolni fognak, majd aznap délután még kitalálnak valamit, hogy... Ki nem birkózik délután, tegye fel a kezét. Az milyen produkciós értekezlet lenne már? Van valaki, aki nincs bukkolva? Hívjuk fel Dennis Stampet.
Amit akkor Hémer rakja össze az adást, hogy a Hardcore TV felvételén. Birkózzom, Psychosis. Psychosis kint van a ringben. Akkor birkózzom, Mysterio. Mysterio van kint Psychosis a ringben. Akkor egy pillanat. Akkor faszolat az egészbe. És nehogy azt higgyétek, a Birkóban ilyen dolgok előfordulnak. Igen. Nagyon sokszor. Többször, mint gondolnátok. Még a legnagyobb szinten is. Lásd, amikor Brian-nel a délelőtti produkciós kérdekezlen közlik, hogy beváltod a táskát. Jinder is között, hogy akkor tudtam meg, amikor odaértem be az épületbe. Igen. Igen. Hogy tényleg rám akasztja között. Na mindegy. Igen. Ezen mindig nagyon-nagyon jót rögök, mert körülbelül ez nálad egyfajta birkószüzesség elvesztésével ért fel, amikor ezt realizáltad. Én nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy tényleg van egy éve, fél éves terve, de mindenki amihez ragaszkodnak. Félnapos terv, inkább. Üzletileg, meg marketing szempontból, meg üzletstratégia szempontból megvan szerintem a terv 5 évre előre, sőt tovább is. De az, hogy adásmenetben meg mi, az kész, én így elengedtem, hagyjuk a fazba. Na mindegy. Ja, amit szintén nagyon szívesen elengednék, ez a Rich Swann, Sasha Banks versus Noam Dar és Alyssa Fox vegyes tag team. Könyörgöm, vágják be a prisol, és akkor nem kell megnéznem. És akkor marad 5 meccs a kárdon. Ja. De vágják be, mert akkor nem kell megnéznem. Mert PPV-t nem tekerek egy percet sem, továbbra sem. Ennek a mérkőzésnek a létét sem nagyon tudom nem. Hová tenni. Hát azt, hogy vagy tartsuk adásban Sasha-t, ameddig lehet. Úgyhogy oda rakjuk őket két krúzsdörfejtel? Ja. Meg Fox-el! Amiről egyébként a mai napig azt gondolom, az is egy belső vicc, hogy a Foxot Fox-nak ejtjük. Persze, hogy az. Na. De szerintem az is belső vicc, hogy egyébként Alyssa, ugye Sasha Alyssával birkózik. Mert ugye tudjuk, hogy mit gondolnak a csajok Alyssáról, szóval biztos, hogy az is. Még azt is tudom kezdeni, hogy Sasha kérte. Igen, mert ugye Alyssa ott van jó 10 éve, igen. Amióta megjelent, mint Edge és Vicky Guerrero esküvő szervezője. Ja, akivel ugye Edge megcsalta Vicky Guerrerot. Igen, viszont mert ilyen régóta itt van, ezért ugye a kis birkó nördök szemében így ő az automatikus éve. Vezető. Ja, na mindegy. Nem tudom, tippelni sem tudom, hogy én nem is akarok tippelni erre, és menjünk tovább. Őszintén remélem, hogy Sasha-ig nyernek. Ja. Jó, jön egy Cruiserweight bajnoki címmérkőzés, ugye Neville védő címvédő bajnokként Austin Aries ellen a 6. felvonás, vagy nem tudom, elég a feudjukban. Ami egy submission match konkrétan. Ami egy submission match. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokat fogják tekergetni. Nevillenek van egyetlen submission-je? Biztos. Vagy majd úgy kitalálnak neki, mint Regalnak a Regal Stretch-et Japánba, ugye. Most őszintén szólva, Cena így kapta meg az STF-et annak idején, hogy full random, aznap délután lebukkolták őt Chris Masters-szel egy submission meccsre. És ott derült ki a produkciós értekezleten, hogy srácok, Cena-nak amúgy van submission-je? Nincs. Akkor hívjátok ide Rigőt, majd tarít neki egyet így gyorsban. Mert mi baj lehetne? És aztán azóta 12 éve ez a finishere. Igen. Hát itt, most itt bármelyik kimenetet tudom képzelni azt is, hogy Aries-re végre elkasszák az olyat a meglepetés kedvéért, de azt is, hogy Neville viszi tovább a divíziót. Bármi lehet. Meglátjuk. Könyörgöm, ne az legyen, hogy TGP rájön arra, hogy Neville csak az óránál fogva vezeti, és... Face turn-a? Ne. És feudol majd ellen. Azt nem akarom. Azt én sem. Azt nem. Fura lesz egyébként, mert azért tény, hogy tudnak ők technikásan jól birkózni, de azért az, hogy így elvesszük egymástól a false finish-ek, tehát a pinek nyújtotta lehetőséget, az néha szarul tud kinézni. Meg abszolút nem a... Az ő stílusuk ez a típusú birkózás. Még Aries-é úgy, ahogy, de azért a Neville stílusához abszolút nem illik, ugye a submission match. Igen, meg ahhoz, hogy igazából egy submission mérkőzés működjön, ahhoz arra van szükség, hogy a résztvevőknek a saját submission finishei azok tényleg overek legyenek, ikonikusak legyenek, és egyébként a Last Chance-eri egyáltalán nem szar, amit Aries csinál, csak azért ezt még nem sikerült annyira bejáratni ezen a szinten. Na, ezután jön a kedvenc mérkőzésünk. Miért ketrec mérkőzés? Azt nem tudom, hogy a Hardy Boys meg ugye, címet véd, Sheamus és Cesaro csapat ellen egy ketrecben. Azért ketrec mérkőzés, mert a jogi vita még fönnáll, és nem lehet Hardy Compound match. Igen, valószínűleg egyébként ezért. Tag Team Apocalyptico. Al ugye a jó Ricky Morton azóta is ott áll fönt valószínűleg a daru tetején. Szedjél le! Hardy, szedjél le! Nem, őt ott felejtették, nem. Kész, vége. Kész.
Ha várjál, mégsem beavatták őket a Hall of Fame-be. De addig lehozta őket. De utána visszavitték, persze. Get down. Ez tényleg a down kategória. A ketrec meccs egyéniben is borzasztóan rossz, mert ugye ott is ugye nincs meg ugye a rendes false finish, ott se. Pont a szerdai cuccal, szerdai adás előtt néztük ugye azt a Morrison Miss kontra Cena meccset, a 2011-es Extreme Rules-ról. Ám ugye a birkó logikának a csúcsa megint, 12-es. Hogy Morrison... 12-es. 11. Ez 12, nem? 11. Szerintem 12 az. Szerintem 11. Na mindegy. Na mindegy, tök mindegy. És ugye Morrison fönt van a ketrec tetején, a másik kettő az éppen fekszik a ringben, semmi más nem kell csinálni, csak leugrik és világbajnok, nem, eljárt izét split legit buncoltat ugrik a ketrec tetejéről befele. Színára és mézre. Nem én ne. A ketrec mesnek a pszichológiája az régen nagyon-nagyon merő volt, de mostanra szerintem már teljesen elveszítette minden normális. Persze, de csomószor hozták egyébként ugye heti adásra is, meg iszony sokat használták más pay-per-view-kon is, és így akkor tudnám elképzelni, hogy működne a kedvenc, mert ha megjelenőznek a kék szörnyet. Fú! Mert ugye annyira el van használva a rendes ketrec, hogy csak azt tudom elképzelni. Amiről ugye két dolgot tudunk, egyrészt rettenten ostobán néz ki, másrészt fáj, mint a szar, hogyha beleverik a fejedet. Igen. Meg a hátadnak is. Igen. És Michael székonyörögték ki, hogy legyen normális ketrecünk. A Hell in the Cell előtt, ugye? Igen. Mert hogy az nagyon ocsmány és szar. És hát ugye Vince mondja, hogy hát ezt azért használtuk, mert a nagy emberek nem tudnak fölmászni. Nem tudnak fölmászni. Na jó, de ez Taker, az fel tud mászni. Yeah. De nem baj, a TNA elővette pirosban. Fú, az izére gondolsz arra az Asylum meccsre, vagy ne szarra? Steel Asylum, az. Fú, ami ugye a Hogan írának a nyitánya volt, hogy egy ilyen mérkőzéssel kezdtünk, és random legungadták, mert Homicide beszorult, és nem tudott kimászni. Igen. Aki akkor nem tudom éppen melyik Homicide volt, lehet, hogy pont pár izé volt, Perkins volt. Nem. A Suicide volt, ja, a maszkalant. Az egy emberölés, öngyilkosság és ilyen gimmickek, ugye, egymás mellett. És mellé a piros nagy szörnyketrec. Igen. Borzasztó. Suicide, ez volt a tauntja. Igen. És most is van Suicide egyébként a TNA-ben. Tehát a karakter az él. Please die. Finally, please die. Szóval a karakter az továbbra is él, és azt hiszem Homicide is ott van egyébként, mert ugye Conanékkel együtt megint visszajött az a formáció is. Jó, Homicide. Na mindegy. Az a neved, hogy emberölés. És beszélülsz a rohadt ketrecbe. Még mindig jobb, mint a fiúk. Ja. És aztán ugye debütált Hardy. Szintén ugye ezen a Steel Asylum mérkőzésen, akinek éppen ekkor volt folyamatban a kis patikányi ópium ugye, meg a másféle cucc, miután távozott a WWE-ből, és így konkrétan így berongyolt. Máig rögök azon, hogy volt egy nagyon nagy Hardy markott a közönségben, aki pattogott és ujjangott, hogy úristen, jön Hardy, hol van Hardy? És Hardy ott áll mögötte, és nem veszi észre. És egy Hardy random beugrik, ad egy Twist of Fate-et Homicide-nek a ringen kívül, aztán fölül a ketrec tetejére, és utána két hónapig nem jön a lásba. Ja, mert bírósági pere van. Így kezdődött a Hogan era a Tinában. Na jó, gyönyörű volt. Menjünk tovább. Jön a Candlestick on the Pole match. Alexával és Baileyvel. Csodálatos. De Girls Gone Extreme-vel hirdetti a WWE. Hát abban az egyben minden esetre meglehetősen biztos vagyok, hogy egymás hátát szarrá fogják verni a kendóhoz. Az biztos. Tehát, hogy már ugye abból kiindulva is, hogy Bill mit kapott két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt. Amikor Dreamernek küldözgette a képet, hogy én is kaptam. És hát ők boldogok. És ugye jön a Money in the Bank match is, basszus, ezek nem tudom, hogy a TLC mi az Isten fognak művelni. Megmondjuk a Helles ellen megint lesz valószínűleg női cella is. Hát mondjuk azért ahhoz nem ártana addig valamiféle értelmes feudot felépíteni közöttük, mert ugye a női mezőnyben is mit nézünk? Azt nézzük, hogy Sasha bolckorik a 205 live-on, azt nézzük, hogy Bailey nem működik, mint ahogy te is mondtad a szerdai adásban. És mondjuk ahelyett, hogy megcsináltuk volna azt a Sasha Turn Bailey-n, és éppen ez lenne a nyárnak a slágere, vagy éppen a túloldalon Charlotte vagy Becky nyomulnának egymással, akik még imádnának egymással is birkózni, mert ugye a legjobb barátnő. Egy éve várunk a Sasha Turn-re. És még fogunk is.
fogunk még legalább a SummerSlam megint. Na mindegy. Még mindig jobb, mint a Viagra Unapol meccs. Ilyen volt, ha jól emlékszem, a jó franchise Shane Douglas-szel a így van. WCW-ban. Meg Billy Kidman-nel, vagy ezekkel, mert ugye az volt a sztori, hogy aztán Douglasnek Tori Wilson volt a barátnője, de nem állt föl. Ja. Ami fura egyébként. Igen, ezt saját tapasztalatból tudjuk, hogy birkózók között ez nagyon ritka eset. Ugye? Meg a Judy Bagwell-on a forklift meccs. Olyan is lehetne már. Nem baj, helyette kapunk egy interkontinentális bajnoki címmérkőzést. Ha Dean Ambrose-t diszkvalifikálják, akkor elveszti Miz felé ugye az interkontinentális bajnoki címet. Egy Extreme Rules pay-per-view továbbra is. Ez a stipuláció roppantul illik ez a gálához. Igen. Roppantul. Meg Ambrose-hoz is, ugye? Ez a stipuláció konkrétan még a büdös életben nem sült el jól. Soha, semmilyen nem. Értelemben. Emlékezzünk csak arra az Orton Hunter fiaskóra. Az Orton Christian még úgy, ahogy működött, amikor ugye Christian szembe köpte Ortont, akkor még akkor egész tűretően működött. Akkor egyszer. Talán. Igen, akkor egyszer. De miért nem rakjátok össze Mist meg Ambrose-t egy valami szar no-holds bárban, vagy gyepálásban, amiben Ambrose kieheti kreatív fantáziáját, Mist meg vörköl. Csak abban el, amit tavaly csináltak Jerichoval. Ja. Az megvan? Az Asylum match? Persze, aha. Megvan. De rossz volt. Mitchell a növénnyel. Igen. Meg a... Felmasolva. Meg a láncfűrésszel, meg az izével, meg a többihez hasonló gyönyörű dologgal. Amikor elmegy Austinban, Texasban, ugye a kocsmába Ambrose, Foley-val, meg Funk-kal, és Funk odaadja neki a láncfűrészt. Chainsaw Charlie! Mondjuk az a meccs legalább arra jó volt, hogy Jericho-t realizálta, hogy kezd nagyon félrecsúszni ez a pályafutáson igen, per pillanat. Igen. És így bánatosan így realizálta, hogy valami más kell csinálni. Akkor most elkezdtek egy listát vezetni arról, hogy mit csinálok szarul. És Jericho vörköli azt, hogy nem jön többet vissza a WWE-be. Nagyon jó. Imádom az összes tweetjét, hogy így közli, hogy soha többet nem jövök vissza, meg ha nem kell többet birkóznom, az jó lenne. Ebben a hónapban megy Japánba birkózni. Igen. Meg mindenféle ízét, hogy mert már elgondolkodtam a visszavonáson is. Jericho soha nem fog visszavonulni. I never retire. Soha. I never retire. Jó, Flair. Egyébként ő mondta azt, hogy a birkózók ugye soha nem vonulnak vissza igazán. Tehát az a mondás az neki tulajdonítható. Senki nem vonult vissza Shawn Michaels kivételével. Mármint aki és, ugye most, és ugye most már így önmagában ő sem, mert megint a wrestling businessbe dolgozik. Ja. Senki. Kivéve akkor, ha valami nagyon-nagyon béna vagy, vagy megtörtél, mint a szemét, mint a jó Nathan Jones. Senki nem adja ott a bizniszt. Mindig a közelében maradsz. Még Goldberg is visszajött. Mindenki visszajön. A bizniszt nem enged el. Kész. Még piciben sem. Szóval még nálunk sem. Még ott van Punk. De ő... Azért nem, ő nála nem telt el sok időt. Nem. Lesnar is visszajött. Elment elemázni, pár év az visszajött. Mindenki visszajön. Kész. Nem tudok olyat mondani, de a biznisz elmúlt 30 évében, aki nem jött vissza. Még Brett is visszajött, pedig ő még is utálta ezt a szart. Igen. Brett is visszajött. És azóta is picsog a birkóra folyamatosan. Igen. Warriort is visszahozták. Mindenki visszajön. Ki a jó macsó, nem? Macsó elment ilyen nézni. Jó, az igaz. És nagyon rossz volt. Szóval... Az a 2004-2005-ös időszak, amikor ugye a TNA-be bejött az elképesztően földagadt Nash, igen. Az elképesztően földagadt Hall, a zöld béka emberré maszkírozott Jeff Hardy, aki itt drogozott. Ja. Néha még Waltman-t is behozták, azt hiszem, de egy műsornál az annyiban maradt, a következőre a menetben szerintem nem ment el. No, szóval. A virkózók legjobb esemény, amikor nem megjelenés van. Istenem. Na mindegy. Szóval mindenki visszajön. Ha megfelelő ajánlatot kap, Punk is vissza fog jönni. Csak nem most, hanem még 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva. Ráérünk arra persze. Még. Kivéve, hogy Hunter lesz a főnök, akkor nem. Valószínűleg. Benne van a pakliban. Valószínűleg. Majd elmegy a brit promoterhez, amiről ugye kiderül egyébként, hogy az ajánlat kurva szar, mert ezt le kell ugye, adózni a briteknél, abból elmegy akkor 300 ezer, le kell adózni az amerikaiaknál, lejön még 300 ezer, és ott vagyunk, hogy 3-400 ezernél vagyunk. Mondjuk egy meccsért, az se szar. Nem, de ugye a USC-ben megkapja ugyanezt. Sőt, többet. Többet, ugye. Ha nagyon-nagyon szeretné, mint egyelőre nem szeret. Azt nyilatkozta, hogy Dana White-on múlik. Majd attól függ, hogy White mennyit fizet neki. Persze. Persze. Mert egyébként ingyen még a UFC-be se fog balfaszkodni. Persze, hogy nem.
Biztos, ne. Addig meg ül otthon és firkálgatja a képregényeit. Így van, firkálgatja a képregényeit, picsog a neten, hoki meccsre jár, el van. Ez kész. Meg picsog. De továbbra is. De AJ még mindig elviseli valahogyan basszus évek óta. Valószínűleg azért, mert tényleg az is retard. Igen. Na mindegy. Még mindig meg akarom szerezni a könyvét egyébként, tehát... Ugye hétvégén volt a nagy könyvbörz az amerikaiaknál, és Jericho bejelentette, hogy július végén jön a... vagy augusztus elején jön a negyedik könyve Jerichónak is. Jericho már megint unatkozik. Ja. Ezért összedobolt egy könyvet. Igen, mert unatkozik. Jericho, hogy a picsába tudja ezt csinálni? Podcasttel, rocko zenél, könyvet ír, birkózik, meg családja is van. Hogy a faszomban van ennyi időd? Ráadásul full time schedule-t is birkózott még igen. A WWE-ben, mert Jericho, hogyha visszajön, ő mindig visszajön. Tehát ő megkérdezték egyébként pont tőle a héten, hogy majd ha visszavonul, akkor jön-e vissza part-timerként mániázni. Mondta, hogy nem, mert ha én tényleg jövök, akkor tényleg jövök. És egyébként ehhez tartotta magát igen. Folyamatosan. Valószínűleg azért egyébként, mert Jericho ez a tipikus rockstar, aki kurvára élvezi azt, hogy itt most turnézok, elmegyek bebaszni a többiekkel, aztán utána így... Meg továbbra is Birko nerd 10 éves kora óta. Persze. Imád birkózni még mindig. Hetente kétszer beszél másfél órát a Birkóról. Többet, mint mi. Jó, Jericho. Na mindegy. Na mindegy. De a főmérkőzés. Van egy főmérkőzésünk, ami ugye szintén megint a buheráljuk meg a kárdot valahogy kategória, miután a jó Strowman így lesérül. Ja, ez a Fatal 4-Way Extreme Rules match Samoa Joe-val, Finn Balor-ral, Seth Rollins-szal, Roman Reigns-szel, és ki az ötödik? Samoa, Balor, Rollins, meg Wyatt. Meg Wyatt, ja. Reigns, meg Wyatt. Én meg Wyatt. Igen, mert ugye itt most egy Reigns-Strowman feud zárót akartunk volna, csak a jó Strowmannek a könyöke így busan távozott. Ugye állítólag 4-6 hónapot mondanak mostanában, amikor először megtudtuk, akkor még csak 2-4 hét volt. Aztán ebből ugye az adódik, hogy a betervezett Lesnar-Strowmant azt így tokoljuk, pakoljuk, és így a legfrissebb hírek szerint egy one-off-ban, tehát egy egyszeri alkalomban fogunk kapni egy Lesnar versus Joe-t. Magyarul Joe lejobból lezárnak. Gyakorlatilag normális felépítés nélkül. Bár ugye én azt is meg tudnám emészteni, mert azt is azt látom egyébként az irányvonalakból, hogy Balort akarják egyébként előbb-utóbb tényleg összerakni a jó Lesnarral, mert a nagyon minden abban az irányba megy. Hú, basszus. Még mindig ez Balor, ez Lesnar. Piszkálj vele a fogát. Igen. Nem mindig. Nem hiteles. Továbbra sem. De Jory Balor meg konkrétan Andersonnal birkózik a house show-kon. Rakják ma ezt a kipazott klubot. Na azt még megenném, basszus, igen, tényleg, igen. Mert klubból a háta mögött még azt mondom, hogy van esély rá. Plusz ugye Gallows-szal, mint Enforcer, mert Gallows buzinagy. Mert Gallows buzinagy, igen. És akkor el lehet hitetni, hogy Balor az agy, a Anderson a technika, Gallows meg az Enforcer, az kész. És akkor... De nem, egyébként biztos vagyok abban, hogy ez is jönni fog majd valamikor. Mikor, igen. Csak benne van megint ugye, itt van a nagy kreatív táskánk, és így benne van minden, ami jó, és így, hát ez még ráér, ez is ráér, ez is ráér, ó, ez jó, ez szar. És ezt csináljuk, basszus. Igen. Ez csak egy éve, konkrétan. A Balor, Balor sérülés annyira megzavart itt tavaly augusztusban mindent, hogy azóta szerintem tényleg egyébként augusztus óta borult minden. És akkor beindítottuk izébe gyorsba Hunter Rollins feudot, és nem csináltunk vele semmit fél évig. Ja. És alapvetően egyébként tényleg ezt nézzük mi bárkivel egyfolytában, hogy az összes kirakós ott van. Ott van előttük a puzzle-nek az összes darabja az asztalon, és konkrétan így... Rakosgatjuk ide össze-vissza. Hogy majd összerakjuk később. Ráér, nem kell sietni, megoldjuk addig valahogy. Megoldjuk. De nem tudom, mire várnak. Arra, hogy mindenki egészséges legyen, olyan nem lesz. Olyan nem lesz. Én ezt hiszem nem értem. Tehát, én se. Tehát, meg nem tudom, tehát egyszerűen ha annak az energiabefektetésnek, amivel azt a Mission Impossible-t próbáljuk már végre letolni, hogy Reigns működjön végre. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy azért raktak mindent félre, hogy Reigns-t áderéltetjék. Tényleg. És tényleg azért van minden parkolópályán, mert majd Reigns-t megcsinálják, és akkor utána foglalkozunk a többiekkel.
Mert az jó lesz. Csak ezt csináljuk 3 éve? Igen. Egyébként. És lassan már így ezt így el kéne engedni változatlanul, és észrevenni azt, hogy közben ott tele tapicskoltuk az összes többi dolgot pocsolyával. Ez a roster nyers tehetségben és nyers potenciálban jobb, mint bármelyik a wrestling történetében. Ebben egyébként maximálisan egyetértünk Sheamus-szal. Így van. Ez a roster jobb. Fizikai tulajdonságokban, atleticizmusban, wrestling technikában. Még azt is mondanám, hogy elhivatottságban is. Elhivatottságban is, a bizniszhez való hozzáállásban is, az egymáshoz való hozzáállásban is. Azt, amit nem tudom, hogy a történetmesélésben jobbak-e. Mert ugye azt nem látjuk, mert nincs történet konkrétan. Szóval az nem, mindjárt nem látok. Hogy... Valószínűleg nem, de az nem csak az ő hibájuk, hanem azért, ahogy szocializálódik. Így van, az egyébként benne van. Meg most éppen ugye a kulturális közeg sem éppen kedvez a Birkónak, azt tudjuk. Bár éppen abban az irányban megyünk a világváltozásai miatt, ami miatt nagyon az fog történni megint, ami mondjuk pár évvel ezelőtt. Lásd 97. Nekünk nagyon jó. Szóval ez a roster, megnézitek, emberanyagban ver mindent. Mindent. Még a 98-as rostert is. Igen. Abszolút, abszolút egyetértek ezzel. És az, hogy most nem is az van, mint 98, hogy össze kell ezeket az embereket vadászni, hanem jönnek majd szépen sorban futószallagon a Performance Centerből. Igen, csak hogyha továbbra is úgy rakjuk össze az izét, a cuccot, hogy mindig mit tudom én, össze akarunk rakni egy hűtőszekrényt és tank lesz belőle. És az, hogy mindegyik ideális korban is van. Szóval nem az, mint a WCW rostere a Winna üzemmódban 94-ben, hogy mindenki már a karrierje csúcspontján van, vagy éppen túl. Meg ott a szakadék is elég nagy volt a különböző emberek között. Meg ugye a 95-ös WWE is rosterhez képest, csak amikor még mindenki a karrierje csúcsa előtt állt, ugye lásd Michael Cé, meg Hunter, meg Austin, meg mindenki. Hát a 96-os dolog tényleg, amikor ott volt Austin, Foley, Rock, és gyakorlatilag Michael Cé volt az egyetlen kézbirkózójuk, mert Taker addig semmi más nem csinált, csak ugye a csirkeszar meccseket volt az óriásokkal, Brett meg már kifele ment az egészből. Így van. Egyfajta. Ehhez ki azokhoz bármit nézünk, tényleg, ez az roster nagyon durva. Hát az. Csak ezt ugye, ezt a potenciált, ezt ki is kell aknázni. Igen. És ez ilyen kárdokkal egyszerűen nem történik. És egyébként nézzétek meg a meccseket is, mert a meccsek is jobbak, mint bármikor. Ez van. Erre viszont van egy olyan extreme rulesunk, ami... Ami retek. Ami valószínűleg extrém rossz lesz, de hát biztos. Ez lesz az adás címe! Extrém rossz! Ez lesz az adás címe! Na mindegy, reméljük a legjobbakat, volt már rá példa, hogy megleptek minket az elmúlt időben, mert azt ugye mindig mondjuk... Egyébként az összes pay-per-view-ok szolid az elmúlt egy évben. Mindegyik. Még a Chamber is. Amire azt mondjuk, hogy akkora retek lesz, hogy az, ami hihetetlen. Még az is szolid volt. Igen, csak ugye ezt a szolidságot, ezt alapvetően azt hozza, amiről beszéltünk most is az előbb, hogy megvan ez a fajta minőség az emberekben. Tehát, hogyha nem hagyod, hogy teljesen elguruljon a gyógyszerük, berakod őket egymás ellen a ringbe, akkor nagyon nagy szart nem fognak gyártani ezek egymás ellen. Ez pontosan az, hogy tényleg ki kéne mozdulni egy kicsit a komfortzónából. Ami nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, de jó összességgel tényleg, amit évek óta mondunk, ha Vince meghal. De Vince nem fog meghalni 88 éves koráig, mert az öreg Vince is addig élt. Meg a nagyapja is addig élt. Na mindegy. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz. Mit van mit tenni. Elvárásom továbbra sincsen. Szóval én abszolút azt mondom, hogy majd meglátjuk, az jó lesz, vagy nem. Azért, ha már a világ piacvezető pankráció szervezetéről beszélünk, akkor azért engedtessék meg, hogy némi elvárásaim legyenek velük az emberben. Nekem nincs. Jó, én 2010-en szocializálottam, persze nincs nekem elvárásaim. Minden termék fogyasztójaként legyenek elvárásaid. Na mindegy. Pláne amikor még fizetsz is érte. Jó, ez igaz. Fizető néző vagyunk. Na jó. Na jó van, most akkor pedig... Beszéltünk fél órát ezzel. Beszéljünk fél... Jó, mondjuk inkább nettó időben 4 órát, mert azon kívül ilyen néztünk, mert minden szarról beszéltünk. Ami sokkal szórakoztatóbb. Így van. Sokkal. Na mindegy. Most pedig akkor beszéljünk Scott Hall életéről, meg a dokumentumfilmről, a Living on the Razor's Edge. This is your life! What? Mai főszegmensünk tárgya egy olyan ember, aki minden idők egyik legnagyobb birkózó koponyája,
de egy nagyon hányattatott élet áll mögötte, és ahogy Triple H megfogalmazta, Scott Hall egy nagyszerű ember, aki nem tudja magáról, hogy egy nagyszerű ember. Hey yo! Say hello to the bad guy! Igen, a fogpiszkálunk, ami ugye Hallnak 25 éve nem került ki a szájából, az, mint igen, látjátok, itt is jelen van. Ilyenkor imádom, hogy kameránk van. Ó, oh, és ezt meg el is találtam! Direkt. Nagyon jó. Na szóval, Scott Hallról fogunk beszélni. Kicsit, aki mind a kettőnek egyébként nagyon nagy kedvence. Akár meccsben is, akár pedig a Birko kompanyaságot gondolom, mert amikor Scott Hall ébren van, mármint itt fönn, akkor a wrestling legnagyobb esze. És az egyik legintelligensebb embere. Csak tényleg olyan dolgokon ment keresztül, amit nem, hogy egy intelligens ember nem tud megemészteni, de semmilyen ember nem tud megemészteni. Ugye jó Scott Hallnak a története és a kálváriája igazából a 80-as években kezdődik, amikor egy iszakai mulatóban nézeteltérésbe keveredett egy másik emberrel, aki konkrétan fegyvert rántott rá. Így van, mivel kidobóként dolgozott, kidobta a ködös úriembert, viszont ugye a parkolóban előrántotta a pisztolyt, Hall megpróbálta ugye lebirkózni. Dulakodtak egymással, és a pisztoly így konkrétan elsült, és Hall állítása szerint gyakorlatilag point blankről lelőtte a férfi fejét. Így van. Konkrétan ugye arcon lőtte 2 centiméterről, ami nem a legkedvesebb dolga a világon. És ugye jött belőle egy ugye bírósági vizsgálat, ugye ahol Hallt ugye fölmentették a second degree murderből, ugye mert önvédelem volt. Az amerikai törvények ilyen szempontból néha kicsit érdekesek, de teljesen jogosan egyébként ugye, mert tényleg nem szándékos volt. És itt ugye kicsit fogalmazunk úgy, hogy valami eltört Hallban, amit még nem csodálok. Főleg, hogy amilyen tudjuk, hogy egyébként avval kezdődik a dokumentumfilm, az első kép az, amikor mutatják a gyerek Hallt, és közlik, hogy a világ leginszekúrabb embere voltam már akkor is. Tipikus birkózó. Persze, tipikus birkózó. Ez a dokumentumfilm egyébként szerintem az egyik legjobb, amit a WWE valaki adott, pedig egyébként őnáluk a legtöbb ilyen dokumentumfilm, ami kijön, az minőségi anyag, de ahogy itt Hallnak az életét elmagyarázzák, és hogy megpróbálják megérteltni őt, hogy voltak éppen mi is áll ennek az embernek a problémáinak a hátterében, az nagyon-nagyon komoly cucc. Ugye gyerekkorától kezdve is birkózó akart egyébként lenni, csak nem tudta, hogy lehetne. Ugye ez abban az időszakban ez előfordult. Igen, mert hogyha ismertél valakit, aki ismert valakit, aki ismert valakit, aki ismert valakit, akinek a szomszédja éppen benne volt a bizniszben, akkor esetleg. Egyébként meg nem. És ugye Hall mondta, azért akarok birkózó lenni, mert nem akarok saját magam lenni. Ezt egyébként a birkózók minden részénél így van. Tudjátok, egyébként a profi birkózó ebből a szempontból szerintem az az állatfaj, ugye legtöbb ember gyerekként azt hallja mindenkitől, hogy lehet belőled bármi. Aztán ez később elkezd úgy módosulni, hogy hát lehet belőled bármi, ha keményen megdolgozol érte. Aztán felnősz, kikerülsz a világba, és így realizálod, hogy nem lehet belőled bármi, mert vannak olyan akadályok, vannak olyan gátak, akár a világban, akár személyesen benned is, hogy amiket nem tudsz leküzdeni. Nem vagy elég, vagy tényleg így van, vagy csak úgy érzed, hogy így van. És a birkózók számomra mindig azok az emberek voltak, akik úgy döntöttek felnőve, hogy oké, nem lehetek bármi, de tehetek úgy, mintha bármi lennék. Így van. Főleg a gimmickjével van abszolút. Akkor tényleg az lehet, amit akartál. Egy űrkavboly akarsz lenni, akkor űrkavboly leszel. Tényleg. Na és ugye... Next moon! Hall úgy került be a bizniszbe, ugye, hogy ugye fogta és ugye minden konditerembe beiratkozott, ugye Floridába, ahol fölnőtt, hát ha találkozik ugye a hőseivel, ugye a birkózókkal, és így kizneszre szavarhatta azt, hogy melyik birkózó ugye hová jár edzeni. És mint nagy Dusty Mark ugye nagyon szeretett volna tényleg bekerülni a bizniszbe, ezért elkezdett buzinagyra nőni. És konkrétan úgy nézett ki, mint Tom Selleck a Magnumban. Így van. Amit így a Florida Championship Wrestlingnél rejözáltak is. Kis bajszával, meg mindennel. És ugye hát akkor így szépen elkezdtek neki lehetőségeket adni, és ahogy az már akkor lenni szokott, ugye elkezdett ugye utazni is a világban. Mégpedig a jó Kansas City Wrestlinghez, ugye ami abban az időszakban egy ilyen gyűjtőpont volt egyébként a fiatalok számára, mert 3 olyan birkózó volt
épp abban az időszakban ott. És kicsit szarul fizetett. Nagyon szarul fizetett, az tény. De három olyan birkózó volt ott, aki később meghatározta a bizniszt valamilyen szinten. Ugye Mr. Perfect, Shawn Michaels és Scott Hall. Egyszerre. Jól emlékszem, hogy az a sztori Michaels és Hall között volt, hogy mennyire meglepődtem azon, hogy nem is tudom, hogy írt vagy fölhívta valami alkalomkor? Azt hiszem, igen. Michaels-t hívta föl Hall talán? Azt hiszem, igen. És hogy ilyet nem csináltunk a bizniszben, igen. Mert ugye megmúlt a biznisz, és utána így a srácok hazamentek, és hogy gondoltunk egymásra, ez valami egészen rendkívüli dolog volt. Akkoriban. Sőt, szerintem 20 éven keresztül még akkor is elképesztő dolog volt a bizniszben. Na és ugye Hall, ugye Mr. Perfect vette Hallt szárnya alá, és ugye tag teamben nyomultak több helyen is, ugye bajnokok is voltak együtt, és ugye ahogy Hall mondta egy interjúban az AEW-ben, ugye sok mindent köszönhetek tényleg Henningnek, ő megtanította, hogy kell birkózni, én megtanítottam arra, hogy kell edzeni. Kétségkívül egyébként a jó Mr. Perfectnek is kiváló vagy volt a biznisz finomságaihoz. Elképesztően. És ugye Hall szépen megrekedte egyébként egy bizonyos szinten, ugye az AWA-ben egész tűretően ugye az Upper Midcard-ban ugye birkózott, viszont ugye megrekedt és nem nagyon lehetett hova menni, mert ugye a WWE közben elkezdte a nagy fölvásárlást, és így a teritoriumok egy szépen elkezdte kihalni. Az AWA is döglődött, ugye az NWA az konkrétan önmagát zabálta föl, ugye a jó Jerry Jarrett által, meg ugye Jim Crockett által, akik szépen így összefogdostak ugye mindent. És akkor Hall ugye Hamburgba járt egyébként sokat, ugye a német területre, ahol egyébként más birkózókkal is találkozott, lát Rigál, meg egyéb dolgok. Igen, akkoriban még nagy hagyománya volt ezeknek a catch fesztiváloknak, amik alkalmasint 10-12 napig is eltartottak. Így van. A német birkó akkoriban fura volt, mert tornament jellegű birkókat szerettek annak idején kimondottan tolni. Két verzió van, ugye vagy egyrészt ugye a nagy 32 emberes kieséses tucot, vagy a kisebb verzióban ugye olyan, mint egy bajnokság tényleg, hogy ilyen ugye pontokat kaptak a győztesek, meg a vesztesek, meg a döntetlenek, és akkor ilyen táblázatrendszerben nyomták. Szóval a német birkókkal nagyon sajátos valami volt, ami azóta kihalt, kicsit fogalmazunk így, de tényleg... Persze azóta nem németek csinálják a német birkót, hanem törököt. Igen. Jobb részben. Jobb részben, igen. Na mindegy, szóval... És akkor ugye Hulk már azon gondolkodott, hogy abba hagyja a birkót, és elmegy, nem is tudom mit mondott konkrétan, már nem emlékszem a dokumentumfilmben, hogy mit mondott konkrétan, mit csinálni, és akkor fölhívta alatt még utolsó esélyt, fölhívta ugye... Diamond Dallas Page-et a WCW-nál. És ugye mondta, hogy Page, nem tudsz valamit nekem? És illető a Diamond Stud. Diamond Stud, ahol megszületett ugye a Toothpick is, meg a kinézet is, ugye eltűnt a bajusz, ki lett feketítve a haja, és ugye a izé és a Tincs is ugye ide megjelent. Az együtt, hogy ez a gimmick a büdös életben nem tartott sehova. Sehova. Egyébként. És ugye mennyire vicces, hogy ott ismerkedett meg például Kevin Nash-el abban az időszakban a WCW-ban, aki pedig Óza Nagyvarázsló volt éppen. Óza Nagyvarázsló, meg Vinnie Vegas, meg minden ilyen. Vinnie Vegas, jó ég. Minden ilyen, amit el tudtok képzelni. És ugye ugyanúgy nem tartottak sehova, és így lettek jó barátok. És Hall akkor fogta, és elkezdte minden héten, egy éven keresztül fölhívni Pat Patterson irodáját a WWF-nél, hogy följövette ugye a titkárnő, ugye Pat éppen nincs itt, meetingen van, városon kívül van, stb. És hogy minden héten ugye Scott fölhívta, és közölte, hogy mondja meg Mr. Pattersonnak, hogy üdvözlöm, és szeretnék valamikor beszélni vele. Következő héten ugyanez, és egy éven keresztül. Ez mint a jó téker, amikor a kocsiában alszik, és minden napot ül bent a Worthless irodája előtt. Amíg egyszer a jó foneri készre nem veszi azt, hogy ki ez a nagy darab vöröshajú ember? Bukkoljuk azonnal! Éppen érkezett a macska is a szobába. Őt is bukkoljuk, ha följön az asztalra. De egy olyan a másik irányba. És hogyha leveri a kamerát, akkor viszont nem fogjuk bukolni. Nem bukoljuk. Jó, igen, tehát végül hosszú, kitartó munka után bevált a dolog. Így van, mert fölhívta Henninget is, ugye, hogy szeretnék innen elmenni, rossz itt nekem, stb. Nem érzem jól magam, szeretném hozzátok menni. És tudnál-e egy-két szót váltani. A macska másik asztalon. Macska másik asztalon, és aggódunk, hogy lelövi a felvételt. Szóval... Ti akartátok. Szóval...
Ez kicsit veszélyes. Veszélyes. Na és ugye, akkor ugye fölhívta ugyanúgy Patterson irodáját, nem is hívta föl, hanem hazaért, és két üzenet várta Patterson irodájától, ugye, és fölhívta, és akkor egyből Pat vette fel a telefont, és akkor Pat mondja neki, hogy... Na, most már látszod, hogy jöttük a cicát. Így van. Végre. The first time. Média történeti pillanat, hölgyeim és uraim. Nem? Jó. Majd megoldja. Majd megoldja. Szóval, ugye, és akkor Pat mondta, hogy hát arra gondoltunk, hogy nem jönnél át hozzánk, de van-e valami, ugye, hogy hívjálkotok, szerződés... Ne röhögj! Van-e valami szerződésetek, a hosszú távú szerződéseket a WCW-val, és akkor mondta meg, hogy ott szeretnél lenni, és akkor mondja, hogy szerinted, ha egy éven keresztül fölhívlak minden egyes nap, akkor ott szeretnék maradni? És akkor ilyen mentő is, és lett a jó Razor Ramon! Így van, ugye, hogy egy konkrét ötletük nem volt hozzá, hogy mi legyen, de a Vince-el ugye volt egy megbeszélés, és akkor Vince megkérdezte, hogy van-e valami ötleted. És akkor hát a kedvenc filmem a sebhelyes harcú, és mi lenne, abból vennénk valamit. Na most Vince-nek is az az egyik kedvenc filmje, ezt tudni kell. És így akkor így megegyeztek abban, hogy valami ilyesmit kitalálnak, ugye csak a kubai bevándorló helyett lett már nem, mexikóit, vagy nem tudom már mit csináltak belőle, de lehet, hogy kubai. És ugye van egy dokumentum, sokáig tartott, dokumentumfilmben van egy nagyon jó jelenet, amikor forgatják a kis matricákat, ugye a vinyettákat, ami horror szól, ugye mint Razor Ramon, és Vince Razor hangon mondja, hogy mit kell Scottnak elmondania. Zseniális egy jelenet egyébként. Vince kubai akcentussal beszélő Al Pacinót játszik. Így van. Look at this gold. Chico. Hey, Chico. És ugye emellett az is kiderült rövid úton, hogy Holnak elképesztően jó agya van a bizniszhez. Így van. És amikor ez a bizonyos Klik nevű társulat összeállt, kezdetben ugye négyem, aztán később Hunter is csatlakozott hozzájuk, ez így belőle kijött, bár Michael Szék elmondása szerint már akkor is olyan volt, hogy folyamatosan arról próbálták meggyőzni, hogy igenis értesz ahhoz, amiről beszélsz, és nem vagy teljesen buta. Ugye ez úgy működött, hogy utaztak négyen a kocsiba, és akkor Michael ezt meg Nashville-t elől, Hol meg Peck ugye hátul, ugye Van Tukifrid, és ugye Michaels meg Nash vitatkozott a hogy hívjákról, a bizniszről, és ugye Nash közölte, hogy Leapfrogot akar ugrani. Ugye ez az egyik legérdekesebb sztori, és akkor Nash egyszer csak így meg, ugye, és akkor Michaels meg helyesen, nagyba, és ugye akkor Hol megszólal így hátul, hogy nem tudom, Kev, miért akarsz, te vagy a legnagyobb ember a rossz terem, miért akarod elkerülni az ütközést? Ennek semmi értelme. Semmi értelme, és Michaels meg Nash így hátra néz, hol bazd meg igazad van. És erre holnak az a reakció, hogy ne figyeljetek rá, mert csak hülye vagyok, és nem tudom, mit beszélek, és a következő 3 órát azzal töltötték, hogy arról gyűzködték Holt, hogy valójában ez egy király ötlet. Igen. Szóval az a négy agy tényleg, volt van is egyébként ilyen, szóval önállal a kristályban egy kicsit eltávolította a dolgokat, de tényleg az a négy agy, meg Hunter hozzájövve, tényleg az elképesztő valami volt. Persze, mert Hunter volt az egyetlen, aki soha nem volt, és mindenre emlékezett, amit megbeszéltek. Igen. Szerintem ezek bazeg, amikor ott nekiálltak részegen pofázni a birkóról, többet felejtettek el ezekből az estékből, mint amit a biznisz egészen tudott persze. Valaha is. Igen. Biztos. És ez csak az, amit elfelejtettek, mert másnap már nem emlékeztek rá. Na és ugye szépen emelkedett a Razor gimmick is, egyébként ugye folyamatosan iszonyatosan overré kezdett válni, és ugye egy nagyon jó programba keveredett egyébként Michaels-szel, ugye aminek a végeredménye a WrestleMania 10-es létre a mérkőzés, ami mai napig az egyik legjobb létre a mérkőzés, és a dokumentumfilm után megint megnéztem és megirajzáltam, hogy ez egy mestermű. Az egy pszichológiai mestermű. Tehát arról a mérkőzésről mindent elmond, hogy az egyik legoldschoolabb oldschool ember, Gorilla Monsoon ment oda hozzájuk, és azt mondta, hogy szerintem ez a legjobb mérkőzés, amit valaha is láttam. Igen. Pedig azok a bizonyos oldtimerek nagyon nem szerették az ilyen létrákhoz hasonló gimmikeket. Meg semmit. Semmit. Mert ugye miért van a bizniszben benne, mert nincs szüksége rá, mert nem valós. És Michael Szék valamit elképesztetlen laktak Hollal, és tényleg az mindegyik egyik talán legjobb meccse. Léta meccsben szerintem egyébként a legjobb, konkrétan a mai napig. Igazából ugye Razor Hillként kezdte a pályafutását, de tényleg nagyon-nagyon népszerű volt, és utána az is egy nagyon emlékezetes mérkőzés, amikor az egyik Ron, ugye 1-2-3 Kid legyőzte őt, és abból indult ki az ő face futása a WWE-ben. Így van, mert ugye minden héten jött Jobber, Jobb volt ugye Holnak,
Viszont 1-2-3 Kid egy izéval, ugye egy roll-up-pal ugye megnyeri a mérkőzést, és utána egészen furcsa dolog a következő, és tényleg ugye még ugye tag teamben is nyomták egyébként, ugye Nash és Michaels ellen pont. Szóval azért tényleg nagyon durva dolgok. Amit mindegyik imádott, mert gyakorlatilag minden este a legjobb barátaikkal voltak a ringben. Így van. Mi, és a, tényleg még a klikhez visszatérve, hogy ez az autóút mennyire volt egyébként formadon, tőle, ugye a hillek és a fészek hagyományosan nem utaztak együtt. Nem utazhattak együtt igazából az old school felfogás szabályok szerint. És ugye Nessék meg megcsinálták azt, ugye, hogy tényleg ugye négyen együtt utaztak, ami elképesztő felháborodás várt. Vert ki a backstage-be, és akkor is leszarták tényleg teljesen. És akkor ugye megjött hozzájuk Hunter, akkor meg főleg. Szóval öten ugye közölték, hogy ők fogják uralni a bizniszt. Ami egyébként meg is történt. És szó szerint ez a vicc. Szó szerint megtörtént, talán majd később rátérünk. Igen ám, csak ugye jött szépen 95, amikor ugye Nash bajnok volt, és rettentő finanszíros nehézségei lettek a WWE-nek, konkrétan ugye nagyon durván. Szóval ugye... Ugye a két legnagyobb sztár volt ugye Michaels és Hart. Ugye Hartnak volt egy nagyon-nagyon-nagyon durva ugye szerződés, ugye 20 év szerződés, ugye 2016-ig lett volna érvényben, ugye évi 1 millióval, egészen 2-ig, utána meg folyamatosan csökkentve, nem is tudom, másfélen kezdődött. Vagy másfélen kezdődött, és másféltől 1 millióig csökkent volna 2000-ig, és utána csökkent volna lejjebb. Ez miért az aktuális bajnok Michaels ugye 750 ezeret keresett. Így van. És ugye 96-ban pedig ugye lejárt Nash és Hall szerződése is. És Vince nyilatkozik egyébként a dokumentumfilmen, és nekem az ragadta meg most második megtekintés a legnagyobb figyelmet, hogy Vince közli, hogy életem legnagyobb hibája volt az, mikor Nash-t és Michaelst, vagy Nash-t és Hall-t elengedtem a WCW-ba. És nem azért, mert a WCW egy másfél évig szarrá verte egyébként a WWE-t nézettségben, meg mindenhogy. De félelmetes belegondolni abba, hogy mennyire másképpen nézett volna ki a birkónak az arculata, hogyha ez nem történik meg. Ugye a Holnak két alapvető problémája volt a WWE-ben. Ott is azt érezte, hogy ezzel a Razor Ramon cuccal megrekedték bizonyos szinten. Döbbenet belegondolni egyébként, hogyha egy olyan kaliberű előadóról beszélünk, mint Hall, hogy soha nem volt érdemi main event futása. Ja. Hogy ez azért volt, mert a problémái miatt a promóterek nem bíztak benne, vagy egyszerűen ilyen volt a csillagok együttállása, ez egy jó kérdés, és lehet, hogy soha nem fog kiderülni, de Holnak ez volt az egyik problémája, hogy úgy érezte, hogy nem tud feljebb lépni a WWE mezőnyében, a másik pedig az, hogy ugye a WCW kőkeményen adta a garantált szerződésekről az ajánlatokat. Így van, mert ugye a WWE-ben két embernek volt, három embernek volt ugye garantált szerződése akkoriban, Michaelsnek, ugye a 700 000, majd később ugye a 1,5 millió, Hartnak az 1 300 000-es, meg Takernek. Azt nem tudjuk, azt pontosan nem tudjuk, hogy az mennyi. Legalábbis. Persze, mert Taker. Taker nem majd elmondani. Taker kifébe. Persze. És ugye Vince megmondta, hogy sajnos annyit nem tud fizetni, mint a WCW. Ugye a WCW megajánlott szépen ugye fejenként 1,7 millió. És ugye az volt benne a plusz, hogy az garantált szerződés volt a WWE-ben, akkor kaptál szerződést, vagy szerződést, vagy pénzt, hogyha felléptél a show-ban. Ha folyamatosan dolgoztál, és abból lehetett nagy pénzed, de nem ilyen. És Vince alapvetően azt mondta, hogy abban az időszakban ő nem akarta a cégnek a bérezési modelljét átalakítani, azért, hogy Dieseléknek a kedvére tegyen vele. Tehát ugye ez aztán olyan láncolatát indított el az eseményeknek, amik megrengették a birkózó bizniszt, és egyébként sajnos Hall is a WCW-ban kezdett el teljesen szétcsúszni. Na így van, ugye átnyergenünk a WCW-ban, ugye Hall az Outsider megérkezik, ugye a Nitron, mindenek egyik leghíresebb promójával, ugye amikor hey yo, you people, you know who I am, but you don't know why I'm here. És ugye a vége meg az, hogy do you want a war? You want a war? You get one. Az egy birkó történelmi promó. A stílusát tekintve is, mert ilyet nem csináltunk addig. Soha előtte semmi ilyet. Ugye adásközi promó ilyen sehol. Bejön Hall, basszus, aki ugye WWE-ben láttuk őt utoljára, bejön a ringbe, és félbeszakad minden. Éppen egy meccs zajlik a ringben, és félbeszakítják. Így van. Mert Hall beszél. Elképesztő. És ugye akkor jön ugye, hát meg jön Nash is, ugye az a másik történelmi pillanat, amikor ugye Hall megjön a, mi az a
kommentatorálásban is ugye fordulj meg. Ugye ott van Nash is. És ugye megszületik tényleg az Outsiders, akik a jobb esett a Beach 96-on pedig kibővülnek Hulk Hogan-nel, és megszületik az NWO, ami újra menővé teszi a birkót. Az Outsiders, tehát amikor basszus eladták azt a szervezetben, és ez kicsit fura egyébként arculati szempontból, de nagyon-nagyon hatékony lett, eladták úgy, hogy az egész szervezet rettegettől a két embertől. Igen. Igen, ami nagyon durva. Egyébként tényleg a szervezet pozícionálás szempontjából ilyet nem szoktunk csinálni. Mert gyengébbnek láthatjuk magunkat, és pláne, hogy kezdetben a Hall Nash-féle vonal az úgy volt beállítva, mintha ezek a WWE-ből invázióznának. Így van. Ami mindenki, akkoriban mindenki ezt érezte, hogy ez most mi? Mi történik? Ha itt van a WWE, és szétrúgja a WWE segélyét azért, amiért Bischoff folyamatosan basztatja őket. Igen, igen. És így mi történik? És annyira, egyébként annyira durván, ugye, hogy a WWE egyrészt a WWE perre vitte, és a bíróság előtt kellett kimondani a WCW-nak azt a nyilvánosság előtt, hogy Nash és Hall nem a WWE alkalmazottai. Basszus, arról a bírósági meghallgatásról még felvétel is van, és Hall még ott is így Hello Vince. Az a rövid dokumentumban nem került, de csak a hosszúban van benne. Zseniális. És ugye Hall mindehhez elképesztően sok kreatív hozzájárulást csapott hozzá, konkrétan a Holló Stinget Hallnak köszönhetjük. Az az ő ötlete volt. Konkrétan igen, hogy te Sting, láttad a ezért? Ja, Hollót. És mondja, ja, menő volt. Mi lenne, ha miért csinálnak? És Sting azt mondta, hogy aha, a fekete NW-hoz nagyon jól élik ez az egészben. Hogy ő lesz az ellenpólus. Így van. A néma csöndes bosszú álló. Igen. Ami ugye Homlok egyenes az ellenkezője volt annak, amit Sting addig hozott. Így van, ugye a színes All-American Surfers Stinget. És ugye ezt megint tényleg Holnak tulajdonítható, akik hát ugye Nash-el Outsidersként a Tag Team divíziót így kb. El is pusztították körülbelül, mert még a Steinerek sem tudták legyőzni őket. Aztán szépen lassan ugye dagadt itt az NWO is, meg ugye a WCW is egy kicsit ugye szétment, és így hol nem érezte jól magát a külvilágban, és ugye mindig azt mondta, hogy addig ott tartotta ugye az életben, meg a lelked benne, ugye, hogy a kis világában, ugye a birkóban minden rendben volt. Csak szépen a birkóban sem kezdte magát jól érezni, mert megint azt érezte, hogy nem megy sehova, mert ugye a fókusz kín volt, ugye Hoganen, minimális szinten Nash-en, de ugye az nem zavart annyira, Stingen, meg az éppen feltörekvő Goldbergen. És ugye hol megint ott maradt, hogy akkor én merre menjek tovább, és egyre több sérülése is volt, és akkor elkezdett rengeteg mennyiségű gyógyszert és alkoholt fogyasztani egyszerre. Plusz ugye a másik dolog az, hogy akkoriban minden birkó öltöző egy kígyó fészek volt. De a WCW azok közül is a legrosszabb. Tehát, hogy gyakorlatilag minden áldott nap nagyon-nagyon durva politizálás ment a színfalak mögött. Politizálás, buliskodás, minden, amit és ez ugye azért valamilyen szinten ellentétben állt a WWE-vel, ahol úgy volt jelen, hogy gyakorlatilag így Michaels mondja, hogy őnek ilyen nagy testvér komplexusa volt, és abban a tudatban volt, hogy neki vigyáznia kell rám. Igen. És a WWE-ben ott elszabadult minden. Ugye ott Hogan, Nash, és az összes többi így... És egyébként tényleg egyre mélyebbre csúszott, és ez még a WCW is egyébként rásegített, hogy amikor bevitték a sztoriba, amit Bish mondta egyébként nagyon jól, hogy Vince Russo ötlete volt, ugye? És hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem szóltam ellene. Igen, mert ugye konkrétan elkezdtek egy alkoholista gimmicket tolni az adásban. Igen. Ami még jobban rásegített az egészre. És akkor ugye jött 2001, ugye amikor a WCW bezárt, a WCW megvette ugye a szerződéseket, meg mindent, és akkor lehetőség nyílt arra, ugye, hogy behozzuk az NWO-t, és akkor megpróbálták a WCW-ben is az NWO inváziót. De hol akkoriban egy baromira rossz helyen volt? Hol annyira rossz állapotban volt, hogy ezt ellen tudjátok képzelni. Austin közölte, hogy nem hajlandó vele megcsinálni a bizniszt, mert olyan állapotban van. Bár ugye hol azt mondja, hogy azért biztonságos voltam meg minden, de megértem, hogy a srácok még nem akartak velem dolgozni. Mondjuk az Austinnak se volt épp a legjobb időszak, azt tegyük hozzá. Nem. Két hónap később fogta is magát, és az a igen.
Vagy akkor az olyan kis incidensek, mint a legendás Plane Ride from Hell. Igen. Bishop mondja róla egyébként, hogy tiszta napján hol a világ legcukibb és legjobb fejebb és legkedvesebb embere. A rossz napon pedig a worst pain in the ass, ugye a legrosszabb fájdalom a seggedben. Igen, és holnak azokban az időszakaiban ugye mindenki azt mondta róla, hogy az volt a legnagyobb probléma, hogy egyre ritkábbak voltak azok a napok, amikor tényleg tiszta volt, és az az önmaga. És egyszerűen ugye a rock bottom-öt, tehát a szakadék alját, azt így körülbelül 5 évvel ezelőtt ért el. Amikor gyakorlatilag szinte heti rendszerességgel lehetett hallani arról, hogy folyamatosan ügyei vannak a rendőrséggel, ugye el is vált, vagy legalábbis szétmentek a feleségével, és tényleg borzasztó állapotban volt. És tényleg egyébként van egy nagyon jó rész, amikor mondja, hogy hol mesélje szóval, hogy Nash átjött segíteni. Kicsoszogtam az ajtóhoz, és kinéztem, és láttam egy bazin, hogy árnyékot, semmi más nem láttam, és be voltam szarva. És ugye Nash így beszólt, I see you! És szedd össze magát a szemét. És akkor 2010-re eljutottunk oda, hogy már Nash is közölte Hunterrel, hogy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, és nem akar tovább aggódni miatta. Nashnek 2013-ban, vagy abban a magasságban voltak azok a mondásai, amikor ugye a rajongók is számunk kérték rajta, hogy miért nem próbálnak meg többet tenni. És akkor mondja azt Nash, ami igazából hátborzongató volt, hogy én mindig itt vagyok Scott Hallnak, hogyha szüksége van rám, de azt nem tudom elérni, hogy akarjon élni. Igen. Igen. És ugye elmondják Hunterék is azt, hogy holnál nem a betegség az alkoholizmus meg a gyógyszerfüggőség, hanem a tünet. Az csak a tünet. Ja. És Nash ugye közölte, hogy holnak a valódi problémája az a posztraumás stressz. Így van. Amit ugye katonáknál meg rendőröknél szoktunk meg. Nem a virgózóknál. És egyébként biztos vagyok benne, hogy mind a mai napig azzal együtt is, hogy helyre tette az életét, de azért szerintem, ha hol becsukja a szemét, ezt látja. Persze. Meg lefekszik aludni, meg minden, biztos. Mai napig azt látja. És hol ezért volt igazából birkózó, és ezért fordult ezekhez a szerekhez, mert hol képtelen volt együtt élni magával. Igen. Ahol megölt egy embert. És mindez ugye még hozzájött az, hogy az akkori birkózás egyébként is egy rendkívül egészségtelen környezet volt. Igen. És akkor tényleg eljutunk 2012 környékére, meg 13 környékére, az abszolút mély pontig. Hát az, amit szintén beraktak a videóba, az Indison való megjelenése. Igen. Tényleg, megint ezt tudom rá mondani, hogy ég a lámpa, de nincs otthon senki. Igen. Tehát amikor holott kidugja a fejét a függöny mögül. És nézd, hogy mi van, hol vagyok, mit csinálok. Az félelmetes. Az ijesztő. Azt a felvételt, az konkrétan félelmetes megnézni. Igen. És ugye ez volt már az időszak, amikor a jó gyémán Dallas Page elkezdett aktívan foglalkozni azzal, hogy megpróbálja megmenteni Jake Roberts-nek az életét, aki ugye nagyon-nagyon hasonló utakat járt, mert rengeteg eléleti traumával, meg mindennel. Majd arról is mesélünk. És hasonló eredményekkel. Hasonló eredményekkel. És akkor mondja, nem is tudom ki írt DDP-nek, hogy szóljatok, hívjatok már föl, ne Holt, mert Holnál van egy töltött pisztoly, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen van. És konkrétan így fölhívták Roberts-el. Fölhívták Roberts-el élő egyenes adásban. És hogy egy... És hallod, hogy teljesen be van állva. Teljesen be van állva. És haldoklom. Meg fogok halni. Van egy pisztolyom, és nem tudom, mit fogok csinálni. És hol megközölte vele, nope. Vagy nem hol, hanem DDP közölte, nem. Most azonnal fogad magad, összeszedned magad, és lejössz hozzám, ugye Orlandóba. És konkrétan ugye, ahogy Roberts is, hol is beköltözött Page-hez. Igen. Mégpedig úgy, hogy kimentek elé a reptérre, ugye Roberts-el, és meglátták azt, hogy a Holt konkrétan le kell tolni tolószékbe a repülőgépről, mert menni nem tud. Olyan kövér, hogy majdnem 300 nem tudom hány font, teljesen szét van esve, a fél haja ki van hullva ugye az alkohol meg a drogmérgezéstől gyakorlatilag, és szuperkövér tényleg. És nem tud járni. És kiderült, hogy csípőműtétje kell, mert olyan hangokat ad ki a csípője, ami nem egészséges. És ezért ugye DDP-ék kiálltak ugye egyrészt rendbe tenni lelkileg, plusz egy crowdfundinggal megcsinálni azért, ugye a csípőműtétet, amihez 82.000 dollárra volt szükségük. Erre összejött 109.000. Nagyon durva.
És akkor szépen elkezdték ugye rendbe rakni, ugye hol elméletileg tiszta 5 éve, legalábbis ugye DDP-ek azt állítják, és így szépen fokozatosan rakták rendben ugye testileg, meg lelkileg is minimum. Hát bár úgy, hogy azért még, ha jól emlékszem, DDP is bevallott, hogy volt egy-két visszaesése, volt egy-két relapsza, amit egyébként számítani lehetett. Hát mennyit mondott DDP, már nem is emlékszem, vagyis hol, hogy 14 album volt, vagy mennyin? Borzasztó sokon. A WWE rendszerében is, azon kívül is, tehát csak a WWE 7 számjegyű összegeket küldött holnak a rehabilitációira. És akkor szépen DDP felhívta Huntert, hogy Hall of Fame, ameddig nem, mert az rendbe rakná. És Hunter mondja, hogy kevés, nincs annyi ideje tisztán, milyen üzenetet mondanánk avval kifelé. És ráadásul ugye ez az az időszak volt, amikor Hall konkrétan mondta, hogy ő nem megy el Hall of Fame ilyenekre, mert attól fél, hogy abban a környezetben automatikusan visszaesne. Igen, igen. És aztán ugye 2014-re viszont elérkezett az a pillanat, amikor beavatták mégis, mint Razor Ramont a Hall of Fame-be, és az is egy legendás beavatás, azt hiszem. Tehát amikor Hall ezt így közli a végén, hogy hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. De egy legjobb mondat, ami a Hall of Fame-en kijött, az biztos. És ugye mostanában ilyen horrorról megjönnek egy-két érdekes hír, és ugye múltkor lenyilatkozta, hogy neki az lenne a dream job, ha lemehetne Orlandóba. De nem mer oda menni, konkrétan. Nem mer oda menni, fél attól, hogy visszaesik. Hát amikor láttuk azt, hogy elment, nem is tudom, talán hogy elment a Performance Centerbe. És pont Corbinnak beszél. Buzi, nagy vagy? Miért félsz az izétól? De az is valami elképesztő volt látni, hogy tényleg, mint az izé, a kis indián főnököt így körülülték, és hallgatták az izét, és ott is egy-egy pillanat alatt ilyetek, hogy odaáll az ember elé, és így fél másodperc alatt láthatod, hogy nem gondolkodott rajta egy percet se, de már köpi ki magából azt, hogy mit kéne csinálnod. Így van. Egyébként biztos vagyok abban, hogyha hol tényleg józan tudod maradni több éven keresztül, és úgy érzi ő maga is, hogy ez nem jelent rá többé veszélyt, akkor hát abban a pillanatban le fogja igazolni. Azonnal. Michaels is ott van már. Soha nem gondoltuk volna, hogy Michaelsnek idézőjelben irodai munkája lesz a bizniszben. Ne csak azért nem megy, mert kevés le a pénzt. Mert ne csak ilyen szempontból a legbunkóbb a 4 ember közül, de... Ez Michaels is rövök rajta, hogy hát... Nest sokkal többet keresett a Mirkóval, mint én. Sőt, közölt, hogy mint bármelyikünk. Szóval ez a társaság, ez valami egészen elképesztő, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy Holnak azért mégiscsak jobbra fordult az élete. Elképesztő, ami DDP művelt tényleg az elmúlt években. Ez volt az, amire Renegade azt mondta neki, hogy Page életeket ment. Konkrétan igen. Igen. Konkrétan tényleg. És most már a bizniszen belül is, mert eddig tudtuk, hogy a bizniszen kívül is ezt csinálja, ugye a DDP jogával, meg mindennel. Most már a bizniszen belül is ezt csinálja. Hát nézzétek meg, akik használják a cuccot. DDP. Ugye, mi az? Hall, Jake, Foley. Foley mennyit fogyott? Konkrétan. Jericho. Aki 47 évesen úgy birkózik, mint egy 10 éve fiatalabb ember. És Jericho ugye közölte, hogy 10 évvel, nem is 10 évvel ezelőtt, de 5 évvel ezelőtt úgy állt, hogy konkrétan úgy fájt a háta, hogy nem tudod birkózni. Konkrétan. És még akkor nem is tudom, hogy még hány ember. De tényleg ez a 4, amiről biztos tudom. De még azt is kérdezem, hogy Taker is csinál. Titokban, igen. Nem csináltak olyat, hogy jóga. De tényleg csak még egyszer azt tudom mondani, nagyon örülök annak, hogy hol így azért megkapja egyre inkább az őt megillető helyet a bizniszben, mert egy legendás birkó koponya. Tényleg. Tehát én leülnék és hallgattam napokig, ahogy beszél a bizniszről. Igen. És egy kurva szót nem szólnék, mesélj. Mesélj, kész. Mit gondolsz erről és erről? És mesélj, amennyit akarsz. És azért az ő története egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon súlyosan lehet rajta látni, hogy
ítélkezni mindig a legkönnyebb az emberek fölött. Ja. És hogy az alkohol általában a legtöbb embernél tényleg probléma, és valamelyik embernél tényleg a probléma is. Van, akinél meg csak tényleg a tünet. Igen, csak ugye ez az a fajta fizikai tünet, ami előbb-utóbb végezni fog vele. Ja. Mert tényleg, ahogy Hunter is mondja, hogy Scott Hall the nicest guys in the business. Nem tudja. Csak nem tudja. És valószínűleg hiába mondott neki, soha nem is fogja elfogadni. Nem. Kicsit szomorú tónusos lett ez a podcast második fele, de hát ez van. Szóval mert, ilyen történet. Igen. Ez egy ilyen történet, de tényleg, ha visszagondolok arra, hogy évekig gyakorlatilag egy pillanatra nem öpültünk volna meg, hogyha valamelyik nap fölmegyünk a Lorcokének, vagy valahova, és az az első főcím, amit látunk, hogy Breaking News, Scott Hall found dead at age 50, vagy valami. Igen. Még drug abuse, vagy valami ilyesmivel, ugye. De azért sem, ugye lepődtünk volna meg, ugye a Suicide-dal sem lepődtünk volna meg. És mindez erre vezethető vissza egyébként. Erre a 80-as évekbeli. Csak holnál az a furcsa, ugye, hogy nála a birkó nem a probléma kiváltóka volt, mint sokaknál, nem. Hanem a gyógymód. Hol abba menekült konkrétan. Igen. Mert ugye nagyon sokaknál ugye az a probléma, hogy a csúcs elhagyását nem tudják ugye földolgozni. Lásd Sunny, lásd China, lásd satabbi Valentine, meg 63 millió másik embert sorolhatnánk, aki nem tudta földolgozni ezeket a dolgokat. Ő viszont tényleg pont az ellentéte. Igen. Mert tényleg az volt, hogy ő azért birkózik, hogy egy más embernek érezhesse magát. Igen. Nem pedig Scott Hallnak. És tudom egyébként, hogy ez egy létező dolog. Tehát velem is minden gálán ez van. Érezhetem magam akármilyen szarul. Ja. Lehet akármilyen problémám az életemben, és tényleg... Napközben így a gálákon bárfél szokta látni, hogy előfordul az, hogy teljesen befordulok. Ja. És abban a pillanatban, hogy átlépek azon a fekete függönyön, ez a sokszor nem tud velem jönni. Nem tud átjönni rajta. Ezért is ennyire addiktív szerintem egyébként ez a biznisz. Persze. Mert a függöny az ilyen tényleg, mint a hogy mondják, azt a vizet, ami így lemosolod minden, de tényleg. Portálnak neveztettek. Ja, te a portálnak mondtam, igen, hogy tényleg ott. És nem csak a doktoron látom, a legtöbb birkózónkon is látom test közelből ezt. Lehet bármilyen szarnapjuk, fú, de meg fognak ölni ezt, meg tudják jó párán. Lehet bármilyen szarnapjuk, lehet bármilyen szar időszakuk, kimennek a függőn túl, és jól vannak. És látom, hogy jól vannak. Aztán visszajönnek, és megint nem. És annyira teljesen indokolatlan az egész, mert normális esetben még én is egy lámpalázas ember vagyok, tehát aki lámpalázas lesz a szerepléstől, de soha életemben, soha olyan egyetlen árnyalata nincs az életemnek, amikor annyira magabiztosnak érzem magam, mint amikor kilépek a függöny mögé. Egyszerűen nem tudom elképzelni kint, hogy hibázni fogok. Igen. Egyébként az egész bizniszünk ilyen. Valamilyen szinten. Szóval én nem szeretek szerepelni a bizniszben sem. Szóval én ebben más tiszta vagyok. Abszolút. De én anomália vagy. Én egy anomália vagyok, igen. De azt majd később, amikor már kicsit többet leszünk a bizniszben, mesélünk rá többet. De meg kicsit jó. Te meg még több. Hét. Te meg hét, igen. És hogy tényleg az a, és nem csak a birkó maga a HCV és gálák, hanem a podcast is ilyen, hogy amikor ezt csináljuk, akkor egyszerűen azt érezzük, hogy nem tudunk hibázni, nem tudunk rosszul csinálni semmit, nem gondolkozunk semmi rosszan, nem tud velünk jönni semmi rossz. Ez az a remek mondat, amit ugye Mickey Rourke-nak a szájába adtak a Wrestler című film végén, amikor a szívműtétje után kimegy a ringbe birkózni, és azt mondja, hogy nekem csak odakint eshet bajom. Igen. Itt nem. És erre félreértés ne essék, mert ezt látjuk a bizniszben. Ez nem arról szól ez a mondat, hogy azt hiszi, hogy a szívével nem történhet baj a ringben. Hanem a lelkével. Hanem ott kint úgy érzi, hogy nem tud megsérülni. Gondoljatok bele egyébként abba, hogy a profi birkózás egy annyira speciális szakma, ahol konkrétan a legalapvetőbb emberi ösztönöket kell tudnod kikapcsolni magadban. A veszélyérzetet. Azt, hogy a szégyenérzetet. Igen. Meg az összes ilyet. És gondolj bele abba például, hogy a védekezésnek az ösztön az egyik legalapvetőbb emberi ösztön, hogy amikor esel, akkor fölkapod a kezedet is. Ez még csak nem is olyan, mint amikor az ilyen bizalomteszteken ugye esél hanyat, és a másik majd elkap. Sokszor olyan emberekkel csinálod ezt, akinek egyébként ki nem állhatod a pofáját. De oda kell rá kell bíznod a saját magadat, a testi épségedet, az életedet. Vagy ismered 3 órája. Igen.
és nem beszéltél meg vele egy szót se. Ilyen is van. Igen. És ezek a dolgok, ezek olyan dolgok, amiket egyszerűen a birkózóknak meg kell tanulniuk. Meg egyszerűen nem tudunk nektek elmagyarázni, szóval elmesélni el tudjuk, csak tényleg nem fogjátok tudni megérteni, hogy milyen az, amikor ott vagy. És ebből fakad egyébként az is, hogy lelkileg pedig valami elképesztő biztonságérzetet ad. Igen. Ami szintén terelhet a való életben nagyon-nagyon rossz irányba. Igen, mert nagyon nagy a különbség a kettő között. És mert az nem olyan, mint egy színházi szerep, egy tévészerep, amit levetsz. Ez valahol veled van, 24/7. Ja. Még ma is, hát régen pedig ugye... Igen, meg aztán főleg, igen. Egy szóval nagyon-nagyon kemény dolgok ezek, és hát Scott Hallnak is egy nagyon-nagyon kemény élete volt, de ez a biznisz, ez sokkal szegényebb hely lenne Scott Hall nélkül. Így van. És ennyi fért a mai podcastünkbe. Remélem, élveztétek az adást, még ha kicsit ilyen az eleje kicsit tényleg szétszórt volt. A második fele... látták a macskát. Látták a macskát, így van, pozitívum. A második fele viszont kiváló, és tényleg megint egy olyan aspektusát mutattuk be a Birkónak, ami megéri a pénzét, mert egyrészt maga a Hall élete is, meg az egész érzésvilág, ami nekünk ott van állandóan, amikor csináljuk ezt az egészet, sőt, még amikor ezt csináljuk, akkor is. És jövő héten jövünk. Akcióringben. Akcióringben, így van. Jövő héten jövünk a Extreme Rules elemzésével, valószínűleg, meg még ki tudja még mivel. Azt az adás első fele óta elfelejtettem megint, hogy ma BPV van. Nagyon-nagyon dilítelni akarja magát az agyamból, nem ez baj, a tény. Nem baj, majd mesélünk a fonerikekről, mert azt is kértétek. Mondjuk a fonerika szintén egy az ugyanez a kategória. Azzal a különbséggel, hogy szerintem a fonerik család az nem egészen ez, hanem ott egy rendkívül elcseszett családmodell, és a 80-as évekbeli drogkultúra volt a legsarkatosabb pont. És arról is van a Network-ön dokumentumfilm, szóval nem kell sokat készülnünk. Jó, fonerikek, basszus. Így van. Na, addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni, kérdezzetek, osszatok meg, lájkoljatok, iratkozzatok föl mindent, amit el tudtok képzelni, amit is a modern világban kell csinálni azért, hogy jó legyen. Pozitív oljátok, ha tetszett, negatív oljátok, ha nem tetszett. Szóljatok hozzá, beszélgessetek alatta, néha a doktor is odaszól, meg néha én is megérkezem. Meg odaszól? Hát odaszoktál. Egy picit. Ez nem hangzott túl jól. Nem is. Na. Szóval, addig is tudjátok, mit kell tenni. Igazából. Ne bízzatok a doktorban, rossz ötlet. Én megteszem. Nem jó ötlet. And the wrestling is fun, baby. Sziasztok! Sziasztok.